Sziasztok! A mai videó nagyon izgi lesz, ugyanis rengeteg újdonság van itt körülöttem, amit szeretnék nektek megmutatni. Elég sok sajtóeseményen voltam mostanában, illetve sok új terméket küldtek nekem cégek tesztelésre, és ezeket azért szeretném megmutatni nektek, hogy tudjátok, hogy milyen újdonságokra számíthatok mostanában a drogériák, illetve a boltok polcain, meg hát ugye jönnek a glamour napok, úgyhogy talán ezzel a mostani videóval egy picit tudok majd segíteni nektek, hogy milyen újdonságokat érdemes beszerezni. Még mielőtt elfelejtem, nyereményjátékkal is készültem nektek ebben a videóban, és hát nem apróztam el, mert három ajándékcsomagot is ki fogok sorsolni. Ezeket az ajándékcsomagokat majd elrejtem így a videóban valahol, és a videó alatti leírásban pedig el tudjátok olvasni, hogy hogyan tudtok erre a nyereményjátékra nevezni. Remélem, hogy örültök neki, mert szeretnék nektek örömet okozni, és hát bízom benne, hogy tetszeni fog a videó is, meg a nyereményjáték is, úgyhogy vágjunk bele. Kezdjük ezzel a gyönyörűséges dobozkával, ugyanis néhány nappal ezelőtt voltam a Baby Dove sajtóeseményen, most már nálunk is lehet kapni a Dove-nak a babaápoló termék családját, amit egy ilyen hihetetlenül cuki dobozban kaptunk meg. Van itt egy popsikrém, egy ilyen hát fürdető, egy sampon, ez pedig egy testápoló. Ez a kis cuki kis babazokni, ami hát sajnos már Vincére is kicsi. Ezeket a Baby Dove termékeket főként DM-ben, Rossmannban, illetve nagyobb hipermarketekben tudjátok megvásárolni. Nekem úgy rémlik, mintha azt mondták volna, hogy kétféle termékcsalád van. Van ugye ez, illetve van egy kifejezetten érzékeny bőrre kifejeztett termékcsalád is, de egyébként ezek a termékek is hipoallergének, illetve bőrgyógyász, szemész és gyermekorvos által tesztelt babápoló termékekről van szó, illetve van egyébként még popsitörlő is. Hát nálunk ugye most már lassan Vince is kinő, úgymond a babakorból, hiszen már másfél éves, de hát abszolút használunk még ilyeneket, hogy babafürdető, meg popsikrém, hát popsitörlőt, meg aztán pláne. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom, hogy kipróbáljuk ezeket a termékeket, és egyébként ezt el kell mondanom, hogy a Dove-nak a sajtóeseményeit egyszerűen imádom, mert nyilván amellett, hogy megismerhetjük az új termékeket, mindig gyönyörű a helyszín, a díszletek, az ételek, egyszerűen annyira egyben van az egész, és mindig van egy hozzáadott érték, egy mögöttes gondolat, egy mögöttes tartalom a Dove sajtóeseményei. Most is egy kerekasztal beszélgetést hallgathattunk meg, bár én sajnos nem tudtam végig ott maradni. Az az igazság, hogy a Dove sajtóeseményei mindig van valami olyan kis videó, vagy a beszélgetésnek egy olyan pontja, ahol egyszerűen elérzékenyülök, és ez most is így történt. Úgyhogy nagyon köszönöm a Dove csapatának, hogy részt vehettem ezen a szuper eseményen, illetve köszönjük szépen a termékeket is, mindenféleképpen ki fogjuk próbálni őket. Jöjjenek a L'Occitane újdonságai, amihez egy picit puskázni fogok a telefonomról. Az egyik az a L'Occitane Immortal Night Reset szérum, amiről azt kell tudni, hogy ez egy olajos szérum, használatával a bőr kipihenté, frissességtől ragyogóvá és fiatalos kinézetűvé válik. Ez egy könnyű vízbázisú textúra, van benne majoranna kivonat, mely lelassítja természetes bőröregedés folyamatát, illetve Acmella oleracea, mely egy természetes alternatíva a botox-szerű hatás eléréséhez, ugyanis segít ellazítani az izmokat és kisimítani a finom ráncokat. Én ennek azért örültem nagyon, ugyanis elfogyott a nagy kedvencem az Estée Lauder Advanced Night Repair Serum, amit nagyon-nagyon szerettem, de most azért nem vásároltam újra, mert megérkezett ez a szérum. Ezt már próbálgatom, de még nem akarok nektek nagyon beszélni róla, mert nincsenek hosszú távú tapasztalataim, bár igazából már egy használat után is van látható hatása, tehát amikor ezt használom este és felkelek reggel, akkor valahogy sokkal kipihentebb és teltebb a bőröm, tehát mintha mondjuk aludtam volna úgy 10 órát egyben, ami már nagyon régen volt. És egyébként örülök, hogy ez most jelent meg, mert valószínűleg nyáron ez a szérum egy picit sok lett volna az én bőrömnek, de ahogy ugye egyre hidegebb lesz az idő, úgy lesz az én bőröm is egyre szárazabb, és jobban igényli ezeket a
gazdagabb szérumokat, illetve arcápolókat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok ennek a hosszú táv hatásaira. Kaptam még ezen kívül egy ilyen kis charity szettet, ami egy gyönyörűséges dobozka, amiben 5 darab ilyen kis utazó kiszerelésű termék található, és hogyha ezt megvásároljátok, azzal egy jótékony cél támogattok, ugyanis a L'Occitane Alapítvány kiemelt elkötelezettségei közé tartozik a látásmegőrzés segítése, és a 2018-as őszi jótékonysági kampányának keretein belül e nemes cél érdekében indított összefogás, mégpedig Fesztivel, őt valószínűleg elég sokan ismeritek. Ugye Feszti térképészként végzett, és neki az volt a diplomamunkája, hogy tervezett egy speciális térképet gyengéllátóknak, és akkor, amikor ez elkészült, elég kevés iskolának jutott belőle. Ennek a doboznak a megvásárlásával most ezt a nemes ügyet tudjátok támogatni. A következő újdonság az egy Avon parfüm, mégpedig a Luminata. Ilyen gyönyörűséges kis rózsaszín doboza van, az üveg pedig úgy néz ki, mint egy gyémánt, és mivel én eléggé rossz vagyok az illatok körülírásában, így inkább felolvasom nektek, hogy ennek a parfümnek milyen illatjegyei vannak. Ez egy virágos, zöld, fás illat, fejillat, körte, zöld levelek, málna, szívillat, magnólia, fehér bazsarózsa, írisz, az alapillat pedig madagaszkári vanília, fás jegyek és pézsma. Na nézzük. Nézzük, hogy ezek közül mit ismerek fel. Igen, hát ez abszolút egy virágos illat. Nekem egyébként inkább egy ilyen tavaszi, nyári parfüm, mert nagyon könnyed, egyáltalán nem túl sok, de ki fogom próbálni, mert én egyébként abszolút szeretem a virágos illatokat, úgyhogy így első szaglásra ez is tetszik nekem. Van még itt 2 darab Artistry termék is, az Artistry az ugye az NV-nek a sminkmárkája, és most kijöttek egy gyönyörűséges kollekcióval, aminek nagyon menő a csomagolása, Artistry Studio NYC Edition. Van itt egy highlighter, ez van egyébként most az arcomon, így néz ki a highlighternek a csomagolása, és ebben 3 szín található, egy ilyen fehéres ezüstös, egy ilyen irizáló rózsaszín, meg egy ilyen aranyos bronzos árnyalat, és hát én nem apróztam el, mert a 3 szint összekevertem, és így vittem fel az arcomra, és szerintem gyönyörű, szóval, hogy szerintem látjátok, hogy mennyire szép fénye van, elképesztően pigmentált, és nagyon-nagyon bársonyos textúrája van, úgyhogy hát ez nekem azonnali kedvenc lett, és most már többször is használtam. Illetve van még itt egy színezett ajakbalzsam, ami egyébként tökre becsapós, mert én azt gondoltam, hogy ennek ilyen kis lightos színe van, és közben szerintem azért, hát ez már majdnem rúzs kategória, de nagyon tetszik ez a sötét rózsaszín, kicsit ilyen bogyós, gyümölcsös árnyalat, úgyhogy tudni, hogy ezt sokat fogom használni össze. Kaptam néhány Rimmel újdonságot is, amikről írtam egy elég részletes tesztet a blogon, úgyhogy ezt majd be fogom linkelni a videó alá. Most nem is fogom az összes terméket bemutatni, csak azt a kettőt, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett. Az egyik az a Rimmel Maxi Blush, amit én a 003-as Wildcard árnyalatban kaptam, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a szín, mert hogy én pontosan az ilyen színeket szeretem ősszel, illetve télen. Egy kicsit sötétebb, nem az a nagyon világos, nagyon paszteles rózsaszín, hanem tényleg egy ilyen kicsit mélyebb árnyalat. Ez van egyébként most az arcomon is, sőt igazából az egész sminkemet a videóban látható termékekkel, illetve azok egy részével készítettem el. Ugye ez a pirosító nagyon tetszik nekem, és ez is gyakorlatilag már napi használatban van. A másik, ami pedig nagyon megfogott a Rimmel újdonságai közül, az a Stay Satin Liquid Lip Color. Én a Stay Matte ajakrémeket nagyon-nagyon szeretem, de ezek nem matraszáradó ajaktermékek, hanem ezeknek tényleg ilyen bársonyos matt, vagy fél matt, vagy szatén finise van, emiatt nem is annyira tartósak egyébként, mint a Stay Matte ajakrémek, de nekem nagyon tetszik ez a finis, úgyhogy én abszolút meg vagyok ezekért örülve. A rózsaszín az a 130-as Yuppie árnyalat, az 500-as Radical, az pedig a piros, és hát láthatjátok, hogy tényleg gyönyörű szép színe van, nálam ezek abszolút kedvencek. Jöjjenek az Essence és Catrice újdonságai, itt most elég sok termék lesz, de azért igyekszem mindegyikről mondani röviden egy-két szót. Kaptam egy ilyen gyönyörűséges Essence
The Gel körömlakot, ez a 116-os Cozy Rosy árnyalat. Én imádom az Essence The Gel körömlakjait, tényleg hihetetlenül tartósak, gyönyörűséges fényük van, most is egyébként egy Essence The Gel körömlak van a körmeimben, és én egyszerűen imádom ezeket. Ez az árnyalat meg abszolút a szívem csücske, szóval tuti, hogy ezt rengeteget fogjátok majd látni a körmeimben, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és tényleg nagyon tudom ajánlani nektek az Essence The Gel körömlakokat. Aztán kaptam egy Essence Melted Chrome Mono szemfestéket, ez a 01-es Think About You árnyalat, és ez egy rose gold, fényes, metálos, úristen, mindjárt kiég a képernyő tőle. Szóval ez valami hihetetlenül gyönyörű és elképesztően vásonyos a textúrája, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ez van most az ajkaimon, ez az Essence Color Boost Mad About Matte folyékony ajakrúzs a 04-es Mad Matters árnyalatban. Ez egy ilyen tubusos, applikátoros kis matt ajakrém, és hát láthatjátok a számon, szerintem zseniális, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez itt az Essence Melted Chrome folyékony ajakrúzs a 03-as Copper Dropper árnyalatban. Én imádom ezeket a metal finishű ajaktermékeket, mondjuk ritkán használom őket, mert ritkán van az az alkalom, amihez úgy passzol egy ilyen metal fényű ajakrúzs, de hát nézzétek meg, mennyire gyönyörű, szóval imádom. És egyébként ezeket lehet úgy is használni, hogy nem az egész ajkadra viszed fel, hanem csak a közepére, és attól egy kicsit úgy teltebbnek is tűnnek az ajkait, szóval egy gyönyörű ez a szín. Van még itt egy Essence paletta, ez a Born Awesome arc, illetve szemfesték paletta, ez 4 vagy 6 különböző verzióban kapható, már nem emlékszem pontosan. Az enyém az egy ilyen Natura paletta, de itt van egy ilyen élénkebb kék szín, és hát eléggé vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban, mert hogy hát pigmentáltságban annyira nem erős ez a paletta, illetve van egy-két árnyalat, ami porol is. Nekem nem lett a kedvencem, viszont egy olyas valakinek, aki most kezd el ismerkedni a sminkekkel, annak szerintem jó lehet, mert azért annyira nem tud túlzásba esni a festékekkel. Tényleg úgy cuki, meg jól néz ki, de nekem nem lett a kedvencem, úgyhogy ezt bele fogom tenni az Essence ajándékcsomagba, mert hogy lesz egy Essence ajándékcsomag, és remélem, hogy a nyertes nem bánja, hogy egy-két színt kipróbáltam belőle, de nem szeretném ezt magamnak megtartani, mert tudom, hogy nem fogom kihasználni, hanem inkább beleteszem az ajándékcsomagba, és emellett az Essence ajándékcsomagban lesz még egy ilyen szuper kis tornazsák, illetve egy Essence Go For The Glow highlighter paletta, valamint egy Essence Be An Original szemfesték paletta, illetve egy Essence Volume Hero vízálló szempillaspirál, tehát ez az Essence ajándékcsomag lesz az egyik, amit megnyerhettek. Kaptam egy csomó Catrice újdonságot is, amiknek nagyon-nagyon örültem, bár vannak olyanok, amiket én már megvásároltam és kipróbáltam, mert nem bírtam magammal. Itt van ez a Catrice Prime and Fine sminkfixáló spray, amit lehet a sminkelés elején is használni, illetve a sminkelés végén is. Én most a végén használtam, és az az igazság, hogy eléggé sok permetet szór egyszerre, tehát figyelni kell, hogy ne tartsátok túl közel az arcotokhoz, illetve ne fújjatok túl sokat, mert akkor egyszerűen eláztatja az arcotokat. Aztán van még itt egy Catrice The Little Black One szempillaspirál. Úgy emlékszem, hogy én ezt már próbáltam, de most így nem vagyok benne biztos. Ennek szilikon keféje van, és eléggé pici a feje, és emiatt is rémlik úgy, hogy én ezt már mintha próbáltam volna. Nem tetszett amiatt, hogy ilyen picika a fejem, mert nekem elég sok szempillám van, és egy ilyen pici fejjel rengeteget kell dolgozni, hogy tényleg rendesen és szépen ki tudjam vele festeni a pilláimat. Nekem ez így elsőre annyira nem is jött be, de még tesztelgetem majd. Aztán itt van még ez a Catrice The Blazing Bronze szemfesték paletta, ez a 010-es Call It What You Want árnyalat, és egyszerűen gyönyörűek a színek benne. Na és ennek olyan pigmentáltsága van, hogy hát annak az Essence palettának, amit az előbb mutattam nektek, most nem akarom így nagyon lehúzni, de hát ennek a palettának a pigmentáltsága az 100-szor jobb, mint annak az Essence palettának. Tényleg gyönyörűek az árnyalatok. Ezek így abszolút az én színeim, pláne így ősszel, úgyhogy biztos, hogy
fogok így kísérletezgetni vele, hogy milyen sminkeket lehet ezzel kreálni. Aztán itt vannak ezek a Catrice Dewyful Lips színezett ajakápolók, amikről azt hiszem már áradoztam nektek, hogy mennyire nagyon szeretem őket, mert tényleg hidratálják az ajkakat, nagyon szép színt és fényt adnak. Ezek nem tartós ajaktermékek, de ezeknek nem is az a lényege. Én imádom őket, szóval napi használatban vannak. Kaptam még ezen kívül egy Catrice Iconails körömlapot, ez a 62-es I Love Being Yours árnyalat, ami egy ilyen gyönyörű, irrizáló, aranyos, rózsaszínes csoda. És van még itt egy Catrice Brow Colorist. Tulajdonképpen ez egy ilyen színezett szemöldök zselé, de azt írja, hogy ha napi szinten használod 2 héten keresztül, akkor megszínezi a szemöldöködet. Picikkel keféje van, szóval abszolút jól lehet vele dolgozni a szemöldökön, és egyébként tényleg nagyon jól fixálja a szálakat, tehát abszolút a helyükön tartja őket, de arról, hogy ez a színező hatás, ez valóban működik-e, erről még nem tudok nyilatkozni, mert nem használom 2 hete, de egy ilyen lesz egyébként a Catrice-es ajándékcsomagban is. Úgyhogy akkor mutatom is, hogy mi lesz a Catrice ajándékcsomagban. Hát egyrészt, ahogy az előbb említettem, ez a Brow Colorist szemöldök zselé, aztán egy Prime and Fine Goodbye Pores sminkalap, egy Catrice Dewyful Lips színezett ajakbalzsam, egy Catrice Glowdoscope highlighter paletta, ebben ilyen krémes highlighterek vannak, egy Catrice Charming Fairy Lip Glow, hát ez tulajdonképpen egy ilyen holografikus rúzs, vagy rúzstopper, valamint egy ilyen kis Catrice füzetecske, úgyhogy ez lesz a Catrice-es ajándékcsoma. De picit ugorjunk vissza a sminkekről a testápolásra, mert úgy most jutott eszembe, hogy voltam a The Body Shop-nak a karácsonyi sajtótájékoztatóján. Igen, szeptemberben, 30 fokban karácsonyi sajtótájékoztatón voltunk. Egyébként mindig a The Body Shop-nak a karácsonyi sajtótájékoztatója a legelső így ősszel. Úgyhogy megnézhettük az új karácsonyi termékeket. Ezúttal is 3 illat lesz, az egyik a Berry Bonbon, a másik a Vanilla Marshmallow, a harmadik pedig a Peppermint Candy Cane, remélem, hogy ez a neve, jól emlékszem, ami egy ilyen mentolos illat. És hát nekem most a Berry Bonbon lett a kedvencem, valahogy most ez a gyümölcsös, bogyós illat áll hozzám a legközelebb, úgy érzem, aztán lehet, hogy még télen ez majd változik, és váltok a vanilla marshmallowra, mert hogy a vaníliát egyébként imádom. Ennek a Berry Bonbonos testvajnak nem ilyen a csomagolása, csak ott az eseményen csinálhattunk magunknak saját kis matricát a testvajunkra, úgyhogy én egy ilyen kis szarvast választottam, illetve a For Her Blog feliratot, illetve idén is kapható már most a boltokban a Vanilla Pumpkin termékcsalád, ami tudom, hogy sokaknak a kedvence, és ez egy limitált kiadás, úgyhogy aki tavaly szerette, az szerintem mindenféleképpen tankoljon fel. Én is fogok majd venni, mert tavalyról maradt még egy picike kézkrémem, de azt mindenféleképpen szeretném pótolni, mert nekem is nagyon tetszik ez a Vanilla Pumpkin illat. Egyébként a Body Shop-nak most ugye a karácsonyi termékek, meg az adventi naptárak, meg úgy az egész üzenet, ami a karácsonyi kampányuk mögött áll, az nekem borzasztóan tetszik. Tényleg nagyon egyben van minden, a termékek, az illatok, a kis figurák, a grafikák. Szóval, hogy nagyon-nagyon tetszik nekem idén a The Body Shop-nak a karácsonyi kollekciója, úgyhogy alig várom már, hogy az üzletekbe kerüljenek majd. És akkor vissza a sminkekhez, az utolsó csomag, ami egyébként éppen 2 órával ezelőtt frissen érkezett meg, az a Pupának a csomagja, és ebben küldtek egyrészt egy csomó Pupa Natural Side terméket. Ugye ez most egy új termékcsalád a Pupánál, ezek főként természetes összetevőkből állnak, és mentesek például parabénektől, szilikontól, mesterséges illatanyagoktól, kőolajszármazékoktól, a csomagolásuk is környezetbarát, és megmutatom nektek, mert nagyon-nagyon tetszik a termékeknek a dizájnja, illetve hát ez a lilás szürke tópos szín, ez szerintem egyszerűen gyönyörűséges. Van itt egy alapozó, van sminkalap, primer, illetve BB krém is. Na most én kipróbáltam a primert,
és nekem most még egy picit sok, tehát nekem kombinált bőröm van, és ahogy így kentem fel, így azt éreztem, hogy ez egy kicsit még nehéz nekem. Talán télen, amikor már szárazabb lesz a bőröm, jobban fogom szeretni, de most ez a primer nekem még egyelőre sok volt. Illetve ugyanezt éreztem az alapozóval kapcsolatban is. Azt mondanám, hogy száraz bőrűeknek érdemes inkább talán kipróbálni, mert nekem ez most még egy kicsit nehéz. Illetve azt vettem észre, hogy oxidálódik, tehát valamennyit sötétedik az alapozó, mert hogy kinyomtam a kézfejemre, és így néztem is, hogy úristen, milyen világos, majd előkerestem az alapozó ecsetemet, és már az alatt a pár másodperc alatt egy picit sötétebb lett, úgyhogy erre azért érdemes odafigyelni az árnyalat kiválasztásánál. De kaptam még ezen kívül kompakt púdert, ez egy mattító kompakt púder, és hát ennek is egyszerűen gyönyörűséges a csomagolása. Tudjátok, ez a matt tapintású csomagolás is, fú, nekem nagyon-nagyon bejön. Illetve kaptam még egy bronzosítót is, amit már használtam is ma a sminkemnek az elkészítéséhez. Hát ez egy eléggé világos árnyalat, ez a 001-es, és hát ez majdnem olyan igazából, mint egy sötétebb púder így ránézésre. Hát nem tudom, mondjátok meg, hogy szerintetek milyen, mennyire látszódik. Ezt biztos, hogy fogom még tesztelgetni. És van még itt egy tubusos korrektor, amit én most a szemem alá vittem fel, de nem biztos, hogy ezt oda kell használnom, mert ezt is egy kicsit soknak éreztem, de ezzel is fogok még kísérletezgetni. Jött még néhány termék a Retro Illusion kollekcióból, aminek hát a nevéhez hűen abszolút ilyen retro csomagolása van. És itt a highlighter, az, ami egyből feltűnt nekem, ez itt ilyen bársonyszerű anyag, hát valószínűleg ez kb. Két használat után már nem így fog kinézni, de maga ez a highlighter egyébként gyönyörű. Nekem ez a felső része az, ami így jobban bejön. Itt láthatjátok, mindig annyira hülye helyre sikerül feltennem ezeket a swatchokat, hogy utána meg nem tudom megmutatni. De ott látjátok, hogy ott fénylik. Szóval nekem ez nagyon bejön, ez a rose goldos árnyalat, viszont ez a világosabb, nem nagyon pigmentált, szóval, hogy így bele kell nyúlnom, nem tudom hányszor, hogy látszódjon valami, de még így is alig látszódik. Szóval a felső része az bejön, az alsó az kevésbé. Itt van még ez a Retro Illusion, ilyen kétvégű szivacsos szemfesték. Tudjátok, ez úgy néz ki, hogy a kupakban van a festék, és akkor van egy ilyen kis szivacsos applikátor, és az applikátorral tudod felvinni a szemedre. Ez a 002-es árnyalat. Ugye van egy sötétebb szín, meg egy világosabb, és a sötétebb az így néz ki. Eléggé pigmentált. Tetszik, csak nekem ez a szivacsos applikátoros megoldás, ez annyira nem a kedvencem, de ezek annyira szép színek, hogy lehet, hogy kénytelen leszek megkedvelni ezt a megoldást. És végül van itt még egy Pupa True Lips ajakkontúr ceruza, ez a 039-es árnyalat, és ez egy gyönyörűséges ilyen bogyószínű árnyalat, és a ceruza másik végén pedig van egy ilyen szivacsos applikátor, amivel hát így gondolom el lehet satírozgatni. Ezek voltak a Pupa újdonságai, és van egy Pupa ajándékcsomagom is, amiben tettem egy Pupa Natural Side korrektor, egy Natural Side BB krémet, ebből a Retro Illusion kollekcióból egy Vamp sötétkék szempillaspirál, van itt még egy Retro Illusion kis ajakpaletta, amiben kettő darab szín található, és teszek még az ajándékcsomagba egy Pupa Retro Illusion ilyen kétvégű szivacsos szemfestéket, valamint egy True Lips ajakkontúr ceruzát is, úgyhogy ez lesz a Pupa ajándékcsomag. Ezek lettek volna azok az újdonságok, amiket mindenféleképpen meg akartam mutatni nektek. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha szeretnétek indulni a nyereményjátékon és nevezni azért a három szuper ajándékcsomagért, amit a videóban bemutattam nektek, akkor mindenféleképpen nyissátok le a videó alatti leírást, mert hogy ott találjátok a fontos nevezési feltételeket. Egyébként pedig nagyon örülnék neki, hogyha megírnátok kommentben, hogy mi az, ami tetszik, mi az, amivel kapcsolatban szeretnétek esetleg részletesebb tesztet vagy sminkvideót látni.
Meg igazából írjatok bármilyen kommentet, mert mindig nagyon örülök minden egyes megjegyzésnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, hogy követtek, hogy néztek, hogy lelkesek vagytok, hogy lájkoltok, hogy kommenteltek. Tényleg, puszi mindenkinek. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!